14 éves korában, pontosan 1984. december 30-án született meg Bodnár László első verse. A sátoraljaújhelyi költő szívesen tárja gondolatait, érzelmi világát az olvasók elé rímbeszedve. Több ezer verset írt az elmúlt évtizedekben, hitről, szeretetről, bánatról, világnézetről. Írásaival a közösségi oldalon éppen úgy találkozhat a közönség, mint a helyi, közéleti vagy irodalmi lapokban. Verseiből már 8 kötet látott napvilágot. Könyvbemutatói mindig nagy érdeklődés mellett zajlottak. A közelmúltban a Magyar Nemzeti Írószövetség tagjává választották, legújabb sikere pedig az, hogy jelölték a vármegyei Prima díjra. Óriási, óriási megtiszteltetés, és hát nagyon nagy öröm számomra. Én 40 éve, lassan 40 éve foglalkozom a költészettel. Nem gondoltam soha, hogy én idáig eljuthatok ezzel a tevékenységemmel. Én ilyen, azt gondoltam mindig, hogy ilyen asztalfióköltő leszek, hogy majd szépen az asztalfiókomba fognak gyúlni a versek. És ma már ott tartok, hogy 8 verses kötet, 9. készülőben van, és most a Prima díj várományosa vagyok. A hagyományos magyar költészet mellett megismerte a japán verselési formát. Haikukba, ikukba, tankákba önti érzelmeit, gondolatait. Az apeva pedig egy új, cím nélküli, 5-soros versforma, melyet szintén szívesen használ az újhelyi poéta. Az apeva az 2016-ban indult, tehát nem is olyan nagyon régi. Versforma egy bolgár származású Magyarországon élő költő Todor Szimeonovnak a találmánya ez a versforma, és én ezt nagyon szívesen használom, illetve hát amikor ezzel én megismerkedtem az interneten, hiszen azért én is foglalkozom a internet használattal, ott találtam ezt a formát, akkor úgy gondoltam, hogy ezt érdemes volna azonnal kipróbálni. Hát bizony ma már ott adtuk, hogy 3000 ilyen verset sikerült megalkotnom. A Prima Primissima díj 2005-ben egészült ki a területi Prima díjakkal. Ma már az egész országban önálló elismerésben részesülnek a szellemi élet, kultúra, tudomány, sport és művészet vármegyei legjobbjai. A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei kategória győztesek már megvannak, azonban a közönség szavazás még zajlik. A legtöbb voksot kapott kategória győztes ugyanis közönségdíjban részesül. Szavazni a www.vozborsod.hu weboldalon lehet. A vármegyei Prima díj átadó gála november 11-én lesz Miskolcon, a Nemzeti Színházban.